Üdvözlöm a kedves televízió nézőket! A Profit című gazdasági műsort látják. Mai adásunkban elsőként Dercembe látogatunk a ProAgri napok egyik állomására. Tartsanak velünk! Mik azok a hibák talán, amelyet a leggyakrabban vagy a legtöbbször elkövetnek a mezőgazdaságban a gazdák, akár hogyha fóliás termesztésre gondolunk? Sok olyan probléma van, amit általánosan szerintem itt is körülbelül ugyanazok a helyzetek. Egyik és legfontosabb talán az, hogy ezt most már a tévéből is jelző, meg a csapból is ezt fogjuk, megváltozott a klímánk. Ez nyilván mindenki tud róla. Viszont mi nem változtunk meg vele együtt. Tehát az ehhez való alkalmazkodás egy kicsit még idegen a megszokásból termelünk nagyon sok esetben, nehezen idomulnak az emberek ahhoz, hogy meg kell változtatni a termelési szokásainkat. Ez több szempontból érdekes, ugyebár egy más klímakörnyezetben, más UV-tartományban, más csapadékmennyiségnél, ami a fóliában annyira azért nem érdekes, de igen, mert ott is a fényviszonyokat nyilván befolyásolja egy csapadékosabb idő. Teljesen másképp kell nem csak a tápanyaggazdálkodással foglalkozni, hanem az áttelelésre vonó rovarkártevők száma sokkal nagyobb. Tehát nem véletlen, hogy akár a fonálféregre, akár az egyéb talajlakokra, trips lárvára vetítjük vissza a problémát. Egy akkora problémával lépett elő az utóbbi években, amit vagy elfogadják az emberek, hogy kezelni kell, tehát új módszereket bevetni, legyen ez biológiai vagy kémiai, de jó módszereket. És még egy ugyanilyen probléma az, hogy a tápanyag kiutatással, a tápanyag adagolással, a tápanyag dózisokkal is másképpen kell bánni más klímaviszonyok között. És van még egy harmadik, ami szintén a klímához tartozik. Olyan új betelepülő rovarfajok vannak, poloskától kezdve a kabócán keresztül, nem sorolom, amik évekkel ezelőtt még nem voltak probléma se Magyarországon, se a kárpátaljai területeken, viszont ez mostanában mindennapi problémává vált, és van, amire ellen jelen pillanatban nincs is biológiai vagy engedélyezett kémiai megoldás. Ez az EU-ban nálunk ez egy nagyon nagy fokozott probléma, hisz ott még nagyobb a megkötés, még kevesebb szert tudunk használni, de csak időkérdés, hogy itt is, ezen a területen is mikor váglik ez a probléma égetővé. Első olvasatban elfogadta az ukrán parlament a földtörvényt. Egyelőre még bizonytalanság van a kérdésben, hogyan hathat ez a kárpátai gazdatársadalomra. Nagyon különös körülmények között elfogadták a földtörvény, pontosabban a termőföld piaci moratóriumát feloldó törvényt. Gyakorlatilag, hogy mi van benne, azt nem tudjuk, mert nem a kormány által beterjesztett törvényt fogadták el, legalábbis a hírekből ezt tudjuk. A tüntetések, ami a legfelsőbb tanács épülete előtt voltak és más nagyvárosokban, viszont azt sejtetik, hogy ténylegesen a nagybirtokos rétegnek szerettek volna kedvezni egyrésztről ennek a törvénynek az elfogadásával, ugyanis ami hallatszik róla, azt kell tudni, hogy az ország területeinek 5%-a is egy kézbe kerülhet, ami egy borzasztó hatalmas terület, mintegy 213 ezer négyzetkilométer. Másik, amit szintén érdemes tudni a dologról, hogy az ideig kialakult bérlői nagybirtok rendszerre az valószínűleg tovább és fennmarad vagy transformálódik, ugyanis a bérlőknek a törvény szerint elővásárlási joguk lesz az idáig bérelt területükre. A kárpátai gazdákra ez hogy hat? Nyilván itt a kettőség megfigyelhető, mint bárhol Ukrajnában. Egyrészt ugye van az eladónak az érdeke, aki megfelelő módon a magántulajdonát nem tudja pénzét tenni, pedig hát ezek az eladók valószínűleg zömében idősebb emberek, akik vagy
vagy gyógyulni, vagy enni, vagy melegedni szeretnének. A nyugdíjukból ezt mind a hármat egyszerre nem kielégíthető, és hogy van egy vagyontárgyuk adott esetben, egy parcella termőföld, az mindenképpen hozzájárulhatna a jólétük emeléséhez. Ez az egyik. Ami a másik oldalt is megvilágítja, hogy miért lenne erre szükség, nyilván a gazdaságot is élénkíteni, és ez pedig minden ukrán honpolgárnak természetesen érdeke. A külföldiek nem vásárolhatnak földet, nagyon helyesen egyébként, de mint a furcsa kettőség itt is megfigyelhető, mert mivel a konkurencia nem lép be, nyilván ezáltal alacsonyabb lesz az elsődleges piaci ára a termőföldnek. Tehát majd, ha 4 év múlva, mint a magyar törvény betűi írja, beléphetnek a külföldi felvásárlók, vagy földet vásárolni szándékozók is, a nagyobb tőke valószínűleg majd árfelhajtó hatással lesz a földpiacra, de hát ezt még meg kell érni. És az a 4 év bizony a számos idősebb ember számára, az 4 év, amit még egyszer mondom, azt túl kell élni. Mi határozza meg egyébként annak a mezőgazdasági földterületnek az értékét? Egy hektár földnek az értékét nyilván a piac határozza meg, és mindenkor a piac határozza meg. Van természetesen állami felértékelése is, amiből majd pontosabban idáig is mindenkor fizettük az adót, annak egy megfelelő hányadát adótételként befizettük az illető önkormányzatnak a költségvetésébe. Ez akár még autentikus is lehet, de nyilván itt a piac a saját korrekcióját mindenképpen be fogja vinni, mert egy hektár termőföldnek az értéke függ természetesen annak a termőképességétől, függ annak az elhelyezkedésétől. Az elhelyezkedés annyit jelent, hogy mennyire megközelíthető. Van-e szilárdburkolatú út például okáért, vagy van egy olyan egy olyan potenciális vásárló, aki mindenképpen bővíteni akarná, és abba az irányba akarná bővíteni, ahol az adott parcella elhelyezkedik. Ahogy netántán egy nagyobb tömböt sikerül egyben megvásárolni, nyilván egy nagyobb tömbe egybe, az én értékelésem szerint mindenképpen többet kell, hogy érjen, mint kis apró parcella tömkelege valahol szétszóra. Tehát számos olyan szempont van, ami a piaci értékét a földnek befolyásolja, és gondolom, hogy a földpiac mindezt helyre fogja tenni. Adásunk második felében bemutatjuk Önöknek a kisgejőci Bogáti Miklóst, aki néhány éve gondolt egy merészet és fenyőfák telepítésébe kezdett. Kezdjük itt a történetet. Igen. Hány palánta van itt körülbelül, illetve milyen magokat vetett most? Az eredés függvényében, hogy mennyi mag ered meg, annak függvényében mondjuk itt ez a luc ágyásban ebbe egy pár száz van, egy olyan 5-600 palánta van, viszont amik voltak ilyen nemesebb jegenyefenyő magok voltak vásárolva, azok nagyon rosszul keltek. Megtizedelte őket a gomba betegség. Most az éve nagyon sok volt az eső, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Tehát az a fajta egy kicsit igénytelenebb, tehát az jobban bírja a strapát. És meddig maradnak itt? Vagy? Ez a lucfenyőt már azt lehet ezt átiskolázni, tavasszal meg fogjuk is átiskolázni, hogy ne legyen ilyen sűrűn, mert ha besűrűsödik, akkor szintén felnyurgul, és akkor már az ültetés meg a gyökere is nem lesz olyan fejlett, mint amilyen, hogyha szét van iskolázva. És a magokat honnan lehet beszerezni? Mi a magot megbízható? Magyarországról szerezzük be. Magyarországból egy olyan biztos forrásból, ahol,
ahol garantált a minőség a magnak. Igényel egyébként valamilyen különösebb tápozást, hát árnyék, vagy bármit, vagy ilyesmi? Mint ahogy mondtam is, naptól, széltől védeni kell, és hogy főleg ez a titka az egésznek, hogy ne kelljen sokat locsolni, és ne kelljen sokat árnyékolni. Hogy optimális hőmérséklet, meg optimális páratartalom legyen, amikor ki kell. Meg a kikelés után is, hogy mindenféle milyen palántadőlés ne kapjon el mindenféle gombabetegséget. Nem egyszerű szakma, gondolom a saját baján tapasztalta ki a trükköket, meg a sajátosságait. Igen. Hát nem is szakmának indult ez, hanem mint általában mindenki a kert, ez úgy képzeli el, hogy kukorica, burgonya, és akkor mi is ezzel foglalkoztunk, aztán jött az ötlet, hogy hát, ha nem kell ezt kapálni, ugye a fenyőnek, az embernek az elképzelése, hogy az erdőből ugye kikapálja a fenyőt, senki nem kapálja a fenyőt. Na mi aztán beültettük fenyővel a kertet, egy részét legalábbis. Na, úgyhogy kapáltunk ötször annyit, mint a krumplival, mint meg a kukoricával. Nem is gondolná az ember, hogy ezt is kapálni kell. Igen. Hát, hogyha ha kapálva van, akkor az irodalom is írja, hogy sokkal szebbek a tűj, mint majd a mellékelt ábra mutatja is. Szebb a tűje, mint hogyha egy egyszerű erdei fenyőről beszélnénk, ami egyszerűen magától nő az erdőbe. Úgyhogy gondolom serkenti a gyökér növekedését, meg ugye mindig megújulásra készteti a fát. Úgyhogy a tűi sokkal dúsabbak, meg szabályosabb, meg ugye metszük is, hát azt majd a nagyobb ültetvényen megnézzük, hogy néz ki. Itt már egy picit nagyobbak. Igen. Ez már 3 éves palántázás, úgyhogy ez 2-szer volt átpalántázva, ez ezüstfenyő, itt kb. Egy ilyen 400-500 darab ezüstfenyő van. Az ezüstfenyőnek azt kell tudni róla, hogy amit mindenki keres a kék ezüst, az egy olyan 3-4-5 éves korában derül ki, hogy kék lesz-e vagy zöld lesz. Úgyhogy hiába a palánta az ezüstfenyő palánta, viszont maga a színe az csak 4-5 éves korában derül ki, és a magnak az ára is annak a függvényébe árulják, hogy milyen nagy a százalék annak, hogy kék lesz. Mennyi az esélye? Igen, mennyi az esélye annak, hogy kék lesz belőle, vagy valamilyen árnyalat a zöldnek. És mennyi idő ez, ameddig eladható lesz, míg oda nő? Hát, hogyha ez ki lesz ültetve tavasszal, egy részének ki lesz ültetve tavasszal, akkor még onnantól kezdve egy olyan 3-4 év, ami olyan méteres korát eléri. Akkor ez nem egy ilyen hamar jövedelem, nem egy ilyen hamar munka. Ez egy hosszas folyamat, igen. Nem olyan, mint az ugorkát leszedik, vagy a paradicsomot, és nem. Akkor eladható, hanem ez türelem is kell. Igen. Vagy akár, hogy kétszer is lehet egy földből egy éven belül aratni, de hát itt nem lehet. Itt kell neki egy 5 év minimum kell. Hogyha magtól számítjuk, akár a 8-at is lehet számítani, 8 évet, amire már áruképes lesz a fenyő. Manapság ugye nagyon divatos fóliába termeszteni mindent, mennyire jön be ez a módszer a fenyőfáknál? Hát mi is először ebbe gondolkodtunk, amikor az volt az elképzelés, hogy egy kicsit az állományt fel fogjuk fejleszteni, és a saját palántánkat fogjuk oda beültetni, akkor gondoltuk, hogy fóliába ez egyszerűbb lesz a nevelése, a termesztése, de viszont ez nem jött be, mert nem tudjuk egyszerűen szabályozni a hőmérsékletet, a páratartalmat, és mivel a palánták nagyon kis végnek, kis csenevészek, ezért akár a szél, akár a napsütés, akár a páratartalomnak a nagysága, ez mind tönkretett, ez mind tizedelte őket meg, úgyhogy ezzel fenn is hagytunk ezzel a dologgal, úgyhogy fóliában nem ajánlom senkinek a fenyőpalántázását.
Itt már körülbelül 3 évesek a fenyőfák, ez milyen fajta és hány darab van itt körülbelül? Hát itt vegyesen van, mondjuk ez az ültetvény, ez két fajtából áll, szürke luc és szerbuc. Ez már saját palántából ültetett fenyves, amit a magot, amit mondtam is, hogy Magyarországról szerezzük be. A másik oldalt a szintén a saját palántából, de itt már ilyen vegyesen van, itt van lucfenyő is benne, szürke luc, szerbuc, ez már ilyen, szóval nem volt annyira figyelve az ültetés, hogy milyen sorrendben legyenek ültetve. Előfordul, hogy már ilyen méretben is keresik a vásárlók? Igen, már, amint a melléket ábrán mutatja, és innen már lett kiemelve, nem is egy, innen lett már 50 darab, ki lett a másik oldalt jobban látni. Egy ilyen kisebb fajtának mennyi az értéke körülbelül? Hát egy olyan 600 griven körül. 600 griven, amíg ilyen méteres magas nagyságig, földlabdával. És az ilyen méretűt, az ilyen 3 éves körülbelül milyen céllal veszik az emberek? Tehát, hogy ez még nem feltétlenül hát, ilyen karácsony közelettével, hanem ez inkább ilyen díszítés? Ez ilyen főleg kertészeti célokból veszik, úgyhogy ez a karácsonyra azt hiszem, hogy nem is adtunk még el belőle, hogy kifejezette a karácsonyi díszítésre. És egyébként nagyon szép sorba vannak rendezve, mire kell odafigyelni, milyen távolságra legyenek például egymástól? Hát a sorra is, az ő távolság az mondjuk meghatározza akár a gép is, amivel meg akarjuk művelni. Mi azt tapasztaltuk, hogy először méterre ültettük, méter volt a sortávolság, de az kevés, mert utána, amikor már felnő, akkor már nem tudjuk megművelni úgy a közét, ahogy kell, ha csak nem gyomírtózzuk, de a gyomírtózás az pedig szintén nehéz ügy, mert amikor nő a dudva, akkor hajt a fenyő is, igen, amikor nő a gyom. És akkor nem csak a gyomot írtjuk vele, hanem a fenyőt is, mert a fiatal hajtások akár még el is fagyhatnak, hogyha olyan későn jön egy május végi fagyás, akkor a fiatal hajtásokat a fenyőnek szintén lefagy. Ez is vissza van vágva, úgyhogy... Tehát azért kell visszavágni, hogy sűrűsödjön alul, igen? Hogy sűrűsödjön, igen, meg hogy ez a hajtás, mert ez a fenyő akár hajthat 3-szor is egy évben. Uh-huh. Hogyha ez a hajtás ez túl nagy, akkor nagy lesz a zág részek között a távolság, és akkor már eladhatatlan lesz, vagy pedig nem lesz olyan szép. Uh-huh. Mondjuk mennyiségben a Kárpátokkal nem igen tudunk konkurálni, csak minőségben. Itt már egy olyan 8-9 éves fák vannak. Ezeket a fákat milyen céllal keresik inkább az emberek? Karácsony ünnepek környékén inkább feldíszíteni, és aztán kiültetni, vagy kifejezetten az udvarukra szeretnének az emberek fenyőfát? Amikor már elérik a két métert, akkor már főleg csak karácsonyi fenyőnek áruljuk, mert már telepítésre annyira nem alkalmasak, inkább amíg még a másfél méteres, 1,20-as magasságig, 1 méter 20 centis magasságig, addig még érdemes azt mondom földlabdával kiemelni és parkosításra használni, de a nagyobbakat az már csak karácsonyi vagy újévi fenyőként árusítjuk. És ezeknek mennyi az értéke? Ez a piaci viszonyoktól függően egy 300 és 600 griven között mozog. A mérettől, arányaitól, szépségétől függően árazzuk be. Általában vannak árazva már új év előtt, és akkor úgy választja ki a vevő a megfelelő ízlésén. Melyek egyébként a leggyakoribb betegségei például ezeknek a fajtáknak, mire kell odafigyelni? Annyira talán nem is fogékonyak a betegségre, a gomba betegségekre úgy értelmezem, hanem inkább két fajta, amit a tapasztalatomból szereztem, hogy két fajta kártevője van, ez a gubastetű, meg a pajstetű. A gubastetűnek itt van az eredménye, ami megszúrja a gubastetű a fiatal hajtást, és utána egy ilyen gubacs keletkezik rajta, ami a díszértékét, meg magát az ágnak a növekedését is deformálja, meg a díszértékét csökkenti természetesen a fának. Erről azt kell tudni, hogy több generáción keresztül
szivogatja a vörösfenyőt, úgyhogy ezért nem szerencsés vörösfenyőt ültetni a lucfenyő ültetvénybe, mert erről aztán átkerülnek ezek a gubas tetvek a lucfenyőre, és a lucfenyőbe okozzák a legnagyobb kárt. Miért ajánlaná az embereknek, ugye például karácsony közelettével, hogy ne a Kárpátokból feketén kivágott fenyőfát vásároljon, hanem vásároljon olyan fenyőfát, ugye, aminek megvan a gyökere, és amit az ünnep elmúltával ugye a kertben el is lehet helyezni? Hát elsősorban azért, mert a Kárpátokban több marad. Másodszorban ugye nekem is érdekem, hogy vásárolják tőlem a fákat. És harmadsorban pedig egy műfenyővel, mert ugye most ez a divatba jött ez a műfenyő, hogy a díszértéke azért lényegesen nagyobb, mint egy műfenyőnek, amit esetleg egyszer-kétszer, hogyha fel is tudnak állítani olyan formába, hogy ez valóban dísze legyen a lakásnak. Ez viszont ez biztos, hogy díszíteni fogja meg az ünnepeket szebbé és jobbá fogja tenni. Díszíteni, és ugye illata is van. Illata is van. Nem utolsó sorban ilyen. És egyébként hányan foglalkoznak még ilyen szinten fenyőfa termesztéssel önön kívül itt a környéken? Az igazság, hogy nem nagyon tudok róla. Nem tudok róla, hogy ilyen mennyiségben termesztenének, mint mi is termesztünk, meg ilyen minőségben. Mert itt főleg, ugye, amint látszik, és a metszóló a kezemben van, általában ezzel sétálok. Hogyha jövök akár kora tavasztól, egészen késő őszig is lehet metszeni bármikor. Mert a fenyő az begyógyul a gyanta, képződés az megátolja mindenféle gombának a támadását, úgyhogy metszeni lehet bármikor. Formálni. Nehézkesén is indult, mert a 3500-ból, amit ide telepítettünk, abból 2000 kiszáradt. Nem egyszerre, de ilyen periódusonként. És ezt újra kellett pótolni, azért is ilyen nem egyöntetű az állomány, hanem kisebbek, nagyobbak elvétve vannak benne, mert sajnáltuk már utána megmunkálni a közét, meg magát a területet, azt mindenféleképpen kell, akár 50 van benne, akár 500 fenyő van benne. És mire lehet számítani idén? Hogyan alakulhat a fenyőfának az ára? Hát nagyon remélem, hogy felfelé fog menni az ára, és megfelelően tudjuk eladni ahhoz, hogy további inspirációt kapjunk a további telepítésre. Mert terve még van, így összesen van ki ültetve nekünk olyan 10 000 példány, hát reméljük, hogy még feljebb tudjuk vinni ezt a példányszámot. Tavaly egyébként mennyi volt a fenyőfára, és idén hogyan alakulhat, hogyha a számokat hát mondunk? Hát valami egy olyan 20%-kal remélem, hogy drágában tudjuk eladni. Tavaly egy olyan 300-tól 600 grinnyáig volt a vágott fenyőnek az ára. A minőségtől, a nagyságtól és a formától függően. Különösen szépek ezek a fenyők, ezek milyen fajták? Jó sűrűek? Ez jegenye fenyő, az a legelső ültetővényből maradtak ment, mert sajnáltam őket kivágni, meg hát főleg a vágás miatt, úgyhogy ezek 12 éves fák. Kaukázus jegenyének, Dán normannak, Normand jegenyének, ez többféle neve van.
mivel nem egyöntetű magokból van, ezért különböző mindegyik. Ez szerintem ez egy Dán Normannak a mintapéldánya. Ez azt kell róluk tudni, hogy ez nagyon fagyérzékeny, szárazság érzékeny, és a vezérhajtás az általában egy olyan 4-5 éves koráig ez visszafagy vagy visszaszárad. És utána korrigálja magát, mint ezen a példányon is látni. Ennek többször, 3-4-szer is visszafagyott és visszaszáradt a vezérhajtása. Mégis egy idő múlva ő kiegyenesedik. Hát ugye ez csak időbe telik, amire szintén visszanyeri a szabályos formáját. És ezeknek a szép nagy példányoknak mennyi az értéke? Az értéke, hát egy, körülbelül, amit most a piaci értékét én is érdeklődök utána, egy olyan 5 és 15 ezer grivenny között itt a vevőtől függően. Mármint ez földlabdával értendő, hogyha földlabdával együtt árulnak. Tehát még van esély rá, hogy befogan, át lehet ültetni? Igen, ezt át lehet ültetni, hát úgy, mint nagyobb, ehhez már szakértelem kell, és nagy földlabdával kell kiemelni, aminek körülbelül egy ilyen fánál, egy ilyen 4 méteres, 4-4-50 magas fánál, egy olyan 1 tonna körül lesz a földlabdának a súlya, úgyhogy ez már egy kemény fizikai munkát igényel, vagy pedig gépi munkát ennek a kiemelése. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a világhálón is. Viszontlátásra!